Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége rendhagyóan a stúdióvezetőnk Horváth Gábor, akit szeretettel köszöntök itt a Moson Magyaróvári Televízió nézők nevében is. Szervusz! Szia! Kicsit fura egy a másik oldalon lenni, nem kérdezni, hanem válaszolni majd a kérdésekre. Mindenképpen beszélnünk kell, hiszen itt a szeptember, új évadot nyitunk mi is, lesznek változások, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezt mindenképpen szeretnénk a televízió nézőkkel is egy kicsit megosztani, egy kicsit közölni, hogy mi mindenre számíthatnak. De általában a sport az mindig, hogyha a híradót nézünk, akkor ugye a végére kerül, de most kezdjünk ezzel, Gábor, mert ez a legfontosabb változás nálunk itt szeptembertől, úgy tűnik a televízió életében. Igen, ez az egyik nagy változás az lesz, hogy reményeink szerint a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub ESE moson-szolnoki mérkőzéseit, illetve az idegenbeli mérkőzéseit is közvetíteni fogjuk. Ugye még nem volt Moson-Magyaróváron, vagy legalábbis nagyon régen volt ilyen magas színvonalú mérkőzés. Ideig is közvetítettük kezdetektől az NB3-as labdarúgó mérkőzés, most ennek a párja lesz, és nagyjából úgy tűnik a sorsolások alapján, hogy elég sokáig egyik héten labdarúgást közvetítünk, a másik héten pedig kézilabdát. És nem véletlenül, hiszen a Moson-Magyaróvári Kézilabda Klub felkért minket, mint a város televízióját, hogy legyünk az ő média partnerük, számoljunk az eseményekről, amik őket érintik. Ugye, már a nézők is, hogy sajtótájékoztatók vagy egyéb olyan események, ami a kézilabdázáshoz kapcsolódik, az megjelent itt a híradóban, hiszen ahogy a lányok szeretnék azt, illetve a szakmai stáb, hogy Moson-Magyaróvár szövetébe beágyazódjanak, úgy mi is szeretnénk azt, hogy beágyazódjunk mi is a kézilabdázásban. Hogyan jelenik meg akkor majd ez a képernyőn, tehát ugyanúgy, ahogy a futballmeccsek, ugyanúgy lesz a kézilabda meccsek közvetítése, tehát melyik napra számítsanak majd a nézők, hogy ezt még nem tudjuk? Reményeink szerint minél hamarabb műsorra fogjuk tűzni, hát többnyire vasárnap este játszanak, hát az lenne az ideális, és reméljük, hogy ez megvalósulhat, hogy már hétfő este a híradó után tudják itt nézni a kézilabda mérkőzéseket. Az idegenbeli mérkőzéseknél lehet némi változás, arra törekszünk, hogy meglegyenek ezek a mérkőzések is. Korábban az volt a bevett szokás a városi televízióknál országszerte, hogy ők rögzítették azt a mérkőzést, amit nem a nagyországos csatorna közvetített, és ezt föltöltötték a szerverre, és onnan levehették azok, akik éppen vendégségben játszottak. Tehát épp a mai napon a Fehérvári Televízióval, a Debreceni Televízióval már fölvettem a kapcsolatot mindenki partnerebben, várjuk a nagy lehetőségeket, hogy ez flottul működjön. Természetesen, ahogy megszokhatták, a híradó végén mindig elhangzik, hogy mi lesz a következő két műsorunk. Ilyenkor ugye hírháttér nincsen, tehát a kézilabda mérkőzésről tudnak tájékozódni ott is. Mennyire népszerű ez a sport itt Moson-Magyaróváron, azért nagy kézilabda rajongó vagy, úgyhogy nyomon követed itt a lányok életét, hogy vetted észre? Fontos meccsek lesznek ezek? Biztos, hogy fontos mérkőzések lesznek, ezt a lányok is, illetve a szakmai stáb is úgy érzi, és lehetett látni, amikor a Győri Audi Eto KC játszott Moson-Magyaróváron, vagy éppen a Ferencváros jön majd várhatóan, akkor azért a távolabbról is érkeznek. Ahogy a Moson-Magyaróváriaknál is alakul ez szurkolói mag, biztos más településeken is vannak, biztos vagyok benne, hogy Békéscsabáról is akár érkezik majd egy-egy autónyi, vagy egy-két autónyi nézőközönség. Azt látom, hogy eléggé mozgalmas a csapat, tehát Ten Gábor elnök úrral is gyakran beszélünk, vagy éppen a kommunikációs vezetővel, hogy többször megjelennek itt a városban. Voltak például a Szent István napi stúdiónkban nálunk is, volt egy jótékonysági kézilabda mérkőzés. És hát mindig megemlítik, és Róth Kálmán vezetőedzés, hogy itt Moson-Magyaróváron nagy hagyománya volt még annó a szabadtéri kézilabdázásnak, és hát egy nagyon népszerű sporttel, hiszen nagy sikerek vannak. Például Győr kétszeres BL győztes, most harmadszorra is nekivágnak. Tehát azért Győr vonzásában vagyunk mi Moson-Magyaróváron mindig is, hát gondolom, én az úgy látom, hogy azért a kézilabdában is ez lesz. Foci marad, hogy itt is lesz. Labdarúgás természetesen marad, tehát tegnap is láthatták a mérkőzést a Budaörs ellen, ott viszont csak a hazai mérkőzéseket tudjuk vállalni, hiszen az NB3-ban többnyire olyan csapatok játszanak, akik fiók csapatok, vagy második csapatok, vagy éppen egyik település közvetlenül a nagy település mellett vannak, tehát ott nagyon ritka, hogy azt más televíziós társaságok rögzítik, tehát ott az idegenbeli mérkőzéseket nem tudjuk vállalni. Televíziónak az egyik legfontosabb eleme ugye a híradó, hiszen ez naponta jelentkezik. Nagyon ritka azért talán a nézők talán kicsit el vannak kapatva, hogy minden nap kapnak híradót, de hogyha körbenéznek, azért ekkora méretű városokban nagyon kevés helyen van
ilyen szinten, tehát hogy minden nap friss hírekkel szolgálnának a kedves nézőknek. De mi viszont igen, úgyhogy egy kicsit meg is dicsértem magunkat. Ebben lesznek-e változások, tehát terveztek-e valamit, ami esetleg abszolút majd ezzel nem tervezünk változást, hiszen 32-44 ezres vagy 40 ezres városban mindig történik valami, és egyébként tényleg nem gyakorlat. Tehát megyei jogú városok készítenek napi híradót, de ott sem mindegyik. Dunaújváros azért ez egy 45-50 ezres város, és heti 3 híradójuk van, 3 magazin műsoruk. Tehát az, hogy mi itt minden nap friss egyórás műsorral, helyjel közzel friss műsorral készülünk, de legalábbis egy picit próbáljuk bővíteni azt, amit már egyszer láthattak a kedves nézők. Tehát hát ezt mindenképp megtartjuk, hisz mindig van esemény. Ami pici változás tervezünk, és ugye minden évad ad egy pici lehetőséget arra, hogy újra gondoljuk. Most ugye szeptemberben iskola kezdési háttér újra gondolva. Egy picit szeretnénk abba az irányba elmozdulni, hogy nem eseményekre szeretnénk menni, és ott hosszú anyagokat készíteni, azt megtartanánk inkább a magazinos részeknek. Természetesen kimegyünk, forgatunk, de más típusú demoszinkron. Kimegy egy kollega, készül róla egy hírolvasó, elolvassa a szöveget, mint például ma az érettségiről volt egy ilyen típusú demoanyag, fölvágóképezzük, és akkor az ott elhangzott beszédből lesz egy részlet. Magyar Televízió híradójában rengeteg ilyet lehet látni. És próbálnánk egy kicsit olyan témákat feszegetni, földolgozni, ami a mindennapjainkat befolyásolja. Legyen szó az iskolákban az étkeztetésről, a kéményseprésről elkezdve a tűzvédelmen át. Tehát olyan témák. Oknyomozó témába gondolkozol? Nem oknyomozó témában, tehát legalábbis az oknyomozás, tehát ahhoz kisváros vagyunk, a helyi bankok nem fognak nyilatkozni a devizahitelesekkel kapcsolatban, mert őket majd Budapestre irányítják. Egy budapesti telefonos interjúval nem megyünk sokra, azt nem engedik megvágóképezni, csak egy példa, hogy milyen irányba lehet mozogni. Tehát amennyiben az oknyomozás mondjuk az, hogy egy-egy témát jelent, úgy természetesen igen, de nem megyünk el bulvárba továbbra sem, nem megyünk balesetek helyszínére. Ezt egyszer voltunk kint az M15-ös autóúton egy külföldi rendszámú, most már sajnos nem emlékszem, hogy szerb rendszámú Mercedes fekete Vito autó volt, és előzött és neki ment egy kamionnak, és hát letakarták a sofőrt, aki kiesett, mert kivették az autóból. De kilógott egy picit a keze. De lehet, hogy csak a szél egy picit megribbentette azt a fekete zsákot. Én nem kívánom senkinek azt az élményt, hogy egy halott embert nézzen. Tehát ez ilyen irányba biztos, hogy nem fogunk elmenni. Ugyanúgy megmaradnak természetesen azok, hogy beszámolunk a város kulturális életéről, testületi ülésről, és iskoláktól is várjuk, hogy szívesen, hogyha országos versenyen vettek részt, akkor nyugodtan küldjenek egy fényképet a címünkre, pár sort, hogy el tudjuk mondani, hogy büszkék legyünk a diákjainkra például. Tehát nem vagyunk sokan, ezért itt a televízión hozzá kell tenni egy-két hasznos tanácsot, azért mondjál, ne légy szíves, a kedves nézőknek, meg akik programot szerveznek, meg itt a városban a civilek közé tartoznak, tehát mik azok a sarkalatos pontok, amit itt a szerkesztők szeretnek azért betartani, meg szeretnék felhívni erre a figyelmet, hogy mindenképpen, tehát minél több témában tudjanak kimenni, a magazinműsorosok ugye minél több eseményen ott tudjanak lenni, mert azért nekünk ez nagyon nehéz, hogyha... Hát igen, másfél stáb dolgozik a televízióban nagyjából, hiszen van rengeteg adminisztratív munka, egyéb más vágás, mondjuk aki a híradóra effektíve egy nap ki tud menni, mi a 2 hetet szoktuk kérni. Az szerintem nem egy komoly rendezvény, aki 2 héttel előre nem tudja, hogy ő 2 hét múlva mit fog tenni. Ennél korábban meg azért nem érdemes nagyon küldözgetni meghívót, mert el fog kallódni, nem fogjuk megtalálni. 2 héttel előtte küldenek egy e-mailt, annak örülünk a legjobban, azt a legegyszerűbb kezelni, hisz ez bárhol lehet. Ha éppen terepen van az ember, akkor is látja, mert a levél ide érkezik, a postán kallódik egy kicsit, a portán kallódik egy kicsit, tehát nem ér ide időben, legegyszerűbb az e-mail, hiszen azt látjuk. Tudjuk tovább küldeni a kollégának a programot. Természetesen az is előfordulhat, hogy valaki szervez egy eseményt, de annak nincs hírértéke.
Tehát ezt hadd dönts el a szakember, akik itt dolgozunk a televízióban, hogy minek van hírértéke egy városban, minek nincs hírértéke, minek mekkora hírértéke van. Mert ha valami több esemény van, egyszer akkor választanak. Ha több esemény van, akkor pedig rangsorolni kell. Tehát, és ez egy nagyon bonyolult mátrix folyamat, hogy mi kerül előbb, ugye érdekeljen sok embert, vagy vegyen részt rajta sok ember. Határozza meg nagyon a város életét, vagy valami értéket közvetítsen. Tehát ez, és most nem akarok példákat mondani, mert nagyon nehéz, és nem akarván senkit megbántani, de ezt mi nagyon komolyan végig gondoljuk, hogy milyen eseményre, milyen stábbal megyünk ki, mi az, amiből magazinműsor is készülhet, mi az, amiből híradó, mi az, amiből az előbb említett demoszinkron, tehát hogy csak mondjuk egy operatőr megy ki, és csak néhány kép készül, mi az, amiről egy perces összeállítás, mi az, amiről a standard 2.30-as, de mi az, ami esetleg 3-3 és fél percet megér, jegyze meg, nagyon kevés ilyen van. Tehát ez is egy szakma. Ahogy szoktam mondani mostanában, mert néha érkeznek elég érdekes kérdések, hogy egyszerűen fogalmazva kérések, hogy finoman fogalmazzak. A televíziózás olyan, mint a labdarúgás. Magyarországon mindenki ért hozzá. Mindenki tudja, hogy kell televíziót készíteni, mindenki tudja, hát mindenkinek a saját programja, a saját eseménye fontos, tehát én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten talán érthető is, hogy mindenki a saját magáit. Igen, csak hát mi is emberek vagyunk, nekünk is van családunk, tehát nem tudunk mi a nap 24 órájában ott lenni. Hétvégén még nehezebb a helyzet, hiszen ha nem tudunk egy eseménytől, és péntek délután kapunk egy telefont, hogy holnap lesz, lehet, hogy éppen aznap, vasárnap vagy szombaton nem dolgozik stáb, mert nincs egy esemény se. És hát ezért nekünk sok mindent figyelembe kell venni. Tehát a legutolsó természetesen a saját pihenőidőnk. De nekünk is néha azért meg kell pihenni. De azért a napi 3-4 hír mindig megvan a híradóban, hát ezt felszorozzuk, 52 hétben van nagyjából híradó, hisz karácsony környékén, nemzeti ünnepeken nincs híradó. Ezt felszorozzuk, tehát azért elég tisztességes mennyiségű anyagot megforgatunk mi egy évben. Nap 24 óráját említetted, azért volt itt egy választás, illetve van már itt egy választás magunk mögött, ami azért komolyan nem csak 24, hát 24 órában dolgoztunk, hogyha az előkészületeket, meg azt a 2-3 óra alvást, ami előtte volt, hisz urnanyitáskor már ott voltunk, és azt hiszem éjfélkor fejeztük be az élőadást, de hát utána még össze kellett pakolni, hisz más volt híradó, a díszlet. Híradót felmondani, híradót megszerkeszteni, összerakni az anyagot, tehát ott azért megvolt, és most is tervezzük, tehát az októberi folytatása következik. Október 12-én terveink szerint délután nagyjából 2 óra környékén, 4 óra környékén lesz egy híradó, rövid összefoglaló nap aktuális eseményeiről, és este 7 órától újra élő választási műsor lesz. Ugye sokkal jobban meghatározza az életünket, vagy legalábbis a közvetlen környezetünket, mint az országgyűlési képviselő választások. De hát itt a lehetőség arra, hogy egy élő műsor legyen. Na most nagyon nehéz egy élő műsort, és még némi kulisszatitkokat hadd áruljak el, hiszen ahhoz, hogy most mi ezt a műsort 4-en készítjük, hisz van egy kollega a kamerák mögött, 3 kamera mögött van egy ember, az országos televízióknál 2 ember van egy kamera mögött. Egy kolléga ül a vágóhelyiségben, a vezérlőhelyiségben, ő váltogatja a kamerákat, most, hogy kitekintek a kontroll képen, most ő engem mutat, hamarosan majd fog váltani valószínűleg, vagy a kérdésnél a műsorvezetőre. Ugye volt akkor is 2 műsorvezető, vagy egy műsorvezető, egy vendég, tehát most már 3-nál tartunk, viszont akkor élőbe kell a hangot keverni, most még van lehetőségünk utómunkára. Élőbe kell a feliratot elkészíteni, a bejátszásokat élőben kell készíteni, egy szerkeszt, valamint, hogy bejátszásokat is kell készíteni párhuzamosan, hiszen lesz urnanyitás, illetve a választási bizottság valószínűleg akkor is össze fog ülni. Ahhoz ugye kell akkor már egy operatőr, nem csak egy szerkesztő, van még egy tartalékember, a műsorvezető, aki éppen nincs műsorban, volt, hogy ketten voltunk mi ketten, illetve volt, hogy a Segesvári Zsolt kollégával voltunk ketten. Tehát 8-10 ember az, aki szükséges egy élő műsorhoz, hát ezt azért nagyon ritkán tudjuk megtenni. Internetes fórum, ugye itt érnek el minket a legtöbben. Erre mi a jellemző egyébként, mennyire aktív ez? A honlapunk egy sajnálatos technikai hiba miatt elég hosszú ideje szünetel, de most már tervekben van, tehát most már a tervezés végső fázisa felé tartunk, hamarosan megújuló honlappal várjuk kedves nézőinket. Egy teljesen más alapra helyeztük ezt az internetes oldalunkat, de a legtöbben egyébként a mai világban nem is a honlapot nézik, hiszen mindenki a Facebookon log. Tehát mindenki, azt mondják, hogy aki nincs rajta, az nem is létezik. Tehát a híreinket megtalálják ott.
folyamatosan megtalálják a magazin műsorunkat, az élő műsort, illetve a városi eseményt, ezeket a hosszabb összefoglalókat, vagy hosszabb esemény közvetítéseket sem is nem tudjuk föltenni oda, hiszen a végesek a korlátok, a lehetőségek, meg némi dolgot szeretnénk megtartani magunknak is. Rengetegen lájkolják, rengetegen osztják meg. Ugye lehet feliratkozni a YouTube csatornánkra is. Ha valakinek mind a kettő megvan, szeretjük, hogyha inkább a legnagyobb közösségi portálról osztja meg, mert akkor még több hír eljut másokhoz is. 1147 tetszikelünk volt, vagy 1144-44-47 volt tegnap este 9 órakor néztem rá, akkor ennyi volt. A Szent István napok tavaly nagyon, Ákos nagyon megnyomta ezt a kedvelést, a kézilabdások nagyon felturbozták a nézettségünket ezen a téren. Ezt meg lehet találni, mindenki megtalálja azt az eseményt, ami érdekli, azt a hírt, ami érdekli, unokáját, gyermekét, édesanyját, édesapját, saját magát, de sok mindenre jó ez a Moson-Magyaróvári Városi Televíziónak a legnagyobb közösségi portálon lévő alkalmazása. Összefoglalva tehát, szeptembertől akkor újdonságokkal, illetve a már megszokott és bevált híradóval, némi nemű változásokkal várjuk a nézőket továbbra is, és várjuk őket a Facebook oldalunkon is, ahol tájékozódhatnak mindenről. És ahogy tudják, minden este 7 órakor kezdődik a friss műsorunk, akkor láthatnak híradót, hírhátteret, magazinműsort, vagy majd sportközvetítést, illetve a városi eseményeket hétvégenként. Gábor, köszönöm szépen! Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!